Az iskolákkal egy időben hétfőn az óvodák és bölcsödék is bezártak Szekszárdon, erről még hétvégén döntött Ács Rezső, miután több ülésen egyeztetett a kialakult helyzetről. A felügyeletet városi szinten mintegy 20-30 gyermeknél nem tudták megoldani, nekik kiscsoportos bontásban biztosítanak felügyeletet és napi háromszori étkezést is kapnak. Mindenki másnak újra kell igényelnie az ebédet, az eddigi márciusi megrendeléseket törölték. A hét második felétől ők már zárt dobozokban kapják a napi adagokat, saját éthordót nem lehet használni, ezzel is csökkentve a fertőzés lehetőségét, ennek költségét az önkormányzat viseli. Ezen kívül még számos területet érintően hozott döntést Ács Rezső polgármester. Több olyan döntést kellett meghoznom, amely befolyásolja Szekszárdiak életét, hiszen például az úszodának a bezárása mellett döntöttem, a sportcsarnok bezárása mellett döntöttem, a könyvtár bezárása mellett döntöttem, és a múzeum is be fog zárni. Szeretném, hogyha minél kisebb mértékűre csökkenne az a felület, amin keresztül a vírus hordozás megtörtént, vagy éppen a vírus egyik helyről a másikra, vagy egyik emberről a másikra átjuthatna. A legfontosabb, hogy aki teheti, maradjon otthon. Az időseket különösen erre kérik. 5070 éven felüli él Szekszárdon, ha pedig a 65 éven felülieket nézzük, ők több mint 8000-en vannak. Nekik már elérhető az a program, melyet szerdán hirdetett meg az önkormányzat, és amelyre folyamatosan várják a jelentkezőket. Többen jelezték személy szerint nekem is, hogy nagyon szívesen segítenek idősebb szekszárdiaknak bevásárlásokban, gyógyszerkiváltásban, vagy bármiben. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ezt valamiféle mederbe tereljük. Szekszárdon mindig is volt és van is egy erős összefogás. Ha baj van, akkor a város egyöntetően odaáll a rászorulók mellé. Ezt szeretnénk kihasználni. Két dolog van, az egyik ugye az idősek segítése, a másik pedig az önkéntes program megszervezése. Mind az idősek segítéséhez, mind az önkéntes jelentkezéshez van egy elérhetőség. Az étkezéshez, idősek segítéséhez a 0674-679-300 telefonszám. Aki önkéntesnek szeretné jelentkezni, az pedig az önkéntes@szekszard.hu e-mail címe megteheti, ékezetek nélkül természetesen, ahol meg kell adni a nevet, a címet, telefonszámot és egy más elérhetőséget, illetve azt is meg kell adni, hogy milyen területen szeretnének segíteni, tehát mondjuk akár a bevásárlásban, vagy éppen a kutyák sétáltatásában. Ez egy, lehet, hogy nevetségesnek tűnik, de ez egy komoly gond annak, akinek van állata egyébként, hogy ezt megoldja, és ki kell vinni a házból. És nagyon fontos az, hogy 18 évnél idősebb lehet az önkéntes programban jelentkező, és egészségesnek kell lennie. Tehát nem szeretnénk azt, hogy a vírus behordozása pont ezen a programon keresztül történjen, és én azt gondolom, hogy a következő hetekben már nagy szükség lesz arra, hogy ez az önkéntesség ez valóban megteremtődjön, és aztán szélesedjen is, és akkor azoknak ajánljuk fel elsősorban természetesen az idősebb korosztályból, akiknek valamilyen okból nincs hozzátartozójuk, vagy éppen szomszédjuk, hanem teljesen egyedül vannak, hiszen mindenki mást arra kérek, ha lehet, akkor családon belül ismerősökünk keresztül oldja ezt meg. Ehhez kapcsolódik a gyógyszerkiváltáshoz például az, hogy szeretném kérni, hogy ha lehet, akkor csak gyógyszerkiváltására használják a gyógyszertárakat, hiszen sokan most piperet cuccokat vásárolnak, szerintem nem itt van most az ideje, illetve azt szeretném kérni, hogy ha lehet, akkor 3 hónapnál többet ne váltsanak ki gyógyszerből, hiszen figyelemmel kell lenni a többiekre is, akik hasonló gyógyszert használnak. És nagyon fontos az a kérés is, hogyha esetleg pontosan az a gyógyszer, amit megszokott a beteg, nincsen az adott gyógyszertárban, de ajánl helyette a gyógyszerész egy hasonló hatóanyag tartalmú terméket, akkor fogadják el, higgyék el, hogy jó szakemberek dolgoznak a szexuális gyógyszertárakban, pontosan tudják, hogy mi az a gyógyszer, amivel a másikat ki lehet váltani. Teljesen felesleges végigjárni a város és minden gyógyszertárban sorba állni, mikor egy helyen ezt meg lehet vásárolni. Mi most tulajdonképpen, és az idősebb korosztály számára nem csak a bevásárlás és a gyógyszerkiváltást tudjuk felajánlani, számukra biztosítjuk az étkezést is. Ez pedig azt jelenti, hogy 7 napján, lehetővé tesszük azt, hogy kiszállítással számukra az étkezést biztosítsuk. Azt akarjuk mindenképpen elérni, most függetlenül, hogy egészségesnek például kell lenni az önkéntesnek. Érintkezés nem lesz köztük, hanem tulajdonképpen majd úgy cserél gazdát, ad pénz és a termék, mondjuk, hogy nem találkoznak egymással. A szolgáltatás nyújtó és a szolgáltatás igénybevő. Szeretnénk ezzel is azt csökkenteni, hogy minél kevesebb kontakt legyen az idősebbek szempontjából, minél kevesebb emberrel találkozzanak, hiszen a legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy egyik emberről a másikra esetleg a fertőzés átterjedhet.
Azt szeretném kérni, hogy ha lehet, akkor szexáriak maradjanak otthon, az idősek pedig főleg maradjanak otthon, hiszen önnekik ez lehet, hogy élethalál kérdése is lehet. Úgyhogy minden feltételt meg fog az önkormányzat teremteni ahhoz, hogy otthon a házból, a lakásból, vagy a lakásban normális életet élhessenek, hiszen mindent oda fogunk helybe vinni, és akkor számukra az élelmiszertől a gyógyszerig, a szolgáltatásokig mindent meg fogunk teremteni. Az önkormányzat megegyezett a postával is, így már a csekkbefizetésért és levélfeladásért sem kell postára menniük az időseknek. Az első lépésben azt tudtuk elérni, hogy a központi postaépületben, a központi kasszánál, ott egy ablak csak ilyen célra lesz majd megnyitva, naponta két időpontot meg kell adnunk, hogy mikor mennek a segítők, és akkor számukra ezt kinyitják, és nem csak csekket lehet befizetni, a leveleket is fel lehet adni, tehát nem kell bemenni a nagy postára, hanem itt kis helyszínen meg tudják ezt oldani, úgyhogy nem találkoznak a tömeggel, tehát nem lesznek annak kitéve, hogy mondjuk megfertőződjenek. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos lépés volt. Péntekig 23-an jelentkeztek önkéntesnek, és 13-an jelezték, hogy igénybe vennék a segítséget, de továbbra is várják a jelentkezőket mindkét részről. Ezzel kapcsolatban már megjelentek az első csalók is, akik szeretnék kihasználni a védtelen rászorulók helyzetét. Az önkormányzata a programban résztvevőknek igazolványt állít ki, aki ilyennel nem rendelkezik, azzal nem érdemes szóba állni. A hivatal 9 munkacsoportot is létrehozott, ezek közül a legfontosabb most a kommunikációs és koordinációs. Létrehoztunk 9 akciócsoportot annak érdekében, hogyha itt kicsit megnőne a tömeg, akkor tudjunk reagálni és tudjuk ezeket kezelni. A legfontosabb a kommunikációs és koordinációs akciócsoport, amely ugye egyik oldalról a kommunikációt végzi, ez nagyon fontos, hiszen a televízión, rádión és a szexuális vasárnapon keresztül folyamatosan tájékoztatjuk a szexuáliakat az eseményekről. Hála Istennek még egyelőre inkább egy ilyen felkészülési időszakban vagyunk, és az a csoport koordinálja az összes több 8-nak a munkáját, és én azt gondolom, hogy miután mindenki egyes akciócsoportnak van egy személy felelős vezetője, most még nem annyira leterheltek, de ahogy nő a szükség, vagyis nő az igénybevétel, úgy fogjuk tudni ezt kezelni, és el fogjuk tudni majd reagálni. Külön csoport szerveződött az idősek ellátására, a karanténban lévők ellátására, van logisztikai, oktatási, nevelési, közrendvédelmi és közlekedési munkacsoport, de például pénzügyi is. A védekezéshez szükséges összeg rendelkezésre áll. Mintegy 120 millió forintot a költségvetésből átcsoportosítottam, illetve körülbelül ekkora összeget zároltam is. És ezzel párhuzamosan a Modern Városok programból 1 milliárd forintnak a felhasználását kértem a miniszterelnökséget, vezető minisztertől, erre még a válasz nem jött meg, úgyhogy én azt gondolom, anyagi korláta a védekezésnek nem. Egy a lényeg, hogyha ezeket bezadjuk, akkor jelentős mértékben tudjuk csökkenteni a fertőzésnek a veszélyét. Ugyanilyen veszélyforrás egyébként a csoportosulás, például a gyerekek a játszótereken rendszeresen 20-30-as csoportba jönnek össze, majd fogom kérni a rendőrségnek a segítségét abban, hogy ezeket eltüntessük gyakorlatilag, hiszen éppen ezért ebből azokból zártuk be például a szexuális piacot, hogy annak a lehetőséget, hogy nagy tömeg összegyűjjön és mondjuk a veszélyforrás, a fertőzés egymások átadják, megszüntessük. De ezzel párhuzamosan a kis termelői árusítást nem szeretnénk megszüntetni, így az utcai árusokat, ahogy zöldség, gyümölcs, péksütemény elérhető, azokat meg fogjuk tartani, és ha újabbak jönnek valószínűleg, fognak jelentkezni, akkor fogjuk engedélyezni ennek a munkának, vagy ennek a tevékenységnek folytatását a közteleken is, hiszen itt nagyobb légtérről van szó, szabadtéren vannak, itt nem áll fel annak a veszélye, hogy mondjuk fertőzzék egymást. A közszolgáltatókkal tárgyaltam ma, úgy mint a villany, gáz, távfűtés és hulladékszállítás. Valamennyien megszüntették a személyes ügyfélszolgálatot, csak online ügyfélszolgálat működik. A feltételek adottak, tehát nem lesz áramhiány és gázhiány, sőt rendelkezésre már jövő szezonra a távfűtéshez szükséges gázmennyiség is. Tehát próbáltunk előre gondolkodni, és az vetődött fel, hogy tudják megoldani a veszélyelállítás egy-egy lakásban, ezt is megoldottuk, úgyhogy én azt gondolom, hogy a közszolgáltatások szempontjából a víz, szennyvíztől egészen az áramig nyugodtak lehetnek a szexuáliak, már minden a következő hetekben, hónapokban rendelkezésre áll, sőt, ezek a vállalkozások úgy építették fel a rendszerüket, hogy olyan csapatokat hoztak létre, hogyha valaki megbetegedne, akkor előrelép egy következő, tehát a humán erőforrás szempontjából is meg lesz oldva ez a probléma és kérdés. A hulladék szállításban egyedül a lomtalanítás szünetel, a kukák mellé zsákban kirakott szemetet pedig most elviszik, mert az ügyfélszolgálat bezárt, és így nem lehet kérni az ilyen célra használatos piros lebomló zsákokból.